Az allergia szezon mindig hosszú, az allergiások pedig évről évre hosszabbnak érzik. Nem véletlenül, hiszen az időjárás nagyban befolyásolja a kezdést, az intenzitást és azt is, hogy mikor ér véget. Általában az első fagyok vetnek véget a szenvedésnek. Erre azonban még várni kell, a kellemes nyárvégi meleg tovább erősíti az intenzitását a szezonnak. A meleg, a szél, a nagyon erős gyomnövény pollenkoncentráció, ugye továbbra sem sikerül írtanunk a gyomnövényeket, nagyon sok a parlagon maradt terület, nagyon sok a pollen a levegőben. Pozitív előnyei, pozitív megoldásai talán az, hogyha el tudunk utazni, ha írtjuk a gyomnövényeket, ha erősítjük az immunrendszerünket, csökkentjük a stressz helyzetünket, ezek amik segítenek az allergia gyógyulásában. Azonban a szervezetet tréningezni nem lehet, máskülönben már megoldódott volna az allergia, mint népbetegség problémája. A betegség ráadásul újra termeli önmagát, hiszen genetikusan meghatározott, örökölhető. Az allergiás betegek gyermekeinek 30-60% eséllyel lesz allergiás megbetegedése. A genetikai hajlamot természetesen nem lehet megelőzni. Azt szoktam javasolni, akik allergiás betegségre hajlamosak, ugye itt vannak állati szőrallergiák, poratka, nem csak a pollenekről beszélünk, hogy azért ne tartsunk ismert allergiás betegek, ne tartsanak például szőrös állatokat, tollas állatokat a lakásban, ne legyen folyamatos provokációnak kitéve az immunrendszere. Éppen ezért az allergológusok azt is hangsúlyozzák, a tesztet nem a szezon közepén, hanem az őszvégi, téli időszakban kell elvégezni. Aki pedig már bizonyítottan allergiás, fontos, hogy időben jelentkezzen orvosánál, időben kezdje el szedni a megfelelő gyógyszereket, és tartsa be az életmód tanácsokat.